Nagy szeretettel köszöntöm Önöket az Esztergomi Várszínház nevében. Bakócz Tamás esztergomi érsek halálának 500. évfordulója alkalmából megrendezett emléknapon. Bakócz Tamás esztergomi érsek halálának 500. évfordulóján tartották meg a Nagyra Hivatott című film díszbemutatóját. Az eseményen Erdő Péter bíboros emlékezett meg a 79 évet élt főpásztorról. Nagy öröm, hogy ilyen évfordulókat ünnepelhetünk itt Esztergomban. Mert 500 évvel ezelőtt, amikor Bakócz Tamás elhunyt, pontosan ebben a városban nagy volt már a bizonytalanság. Érezni lehetett azt, hogy ez az ország alig tartható. Mindenki tudta, hogy a török veszély előbb-utóbb a lét vagy a nem lét kérdését veti fel. És mégis, hiába próbált az ország kapcsolatokat keresni, hiába ment el Verbőci, még a német birodalmi gyűlésre is, megjegyzem, Bakóctól kérte az ezüst holmit, hogy azzal reprezentálhasson odakint, természetesen nem volt érkezése soha később visszaadni. Szóval hiába igyekeztek a magyarok, vagy ment el korábban már az uralkodó Barcelonába, ahol a székesegyházban ma is a címere jelzi azt a széket a káptalani trónusok között, ahol Lajos király ült, tehát az európai uralkodóknak a nagy találkozójára, és hiába kérte a többiek segítségét, biztatást, bátorítást kapott, de gyakorlati segítséget nem. Hernádi Ádám Esztergom polgármestere ünnepi beszédében úgy fogalmazott, hogy a városban a történelmi múltja miatt sok, még fel nem dolgozott témát találhatunk a főpásztorról. Egy ilyen történelmi tény adta az alapját annak a darabnak, ami tavaly aztán lépett a színpadról, önálló életre kelt, elindult, és most megérkezett ide Esztergomba. Itt van köztünk, hiszen egy díszbemutatóra érkeztünk Erdődi Bakócz Tamás bíboros halálának 500. évfordulója alkalmából. A történelmi játékfilm, mely az Esztergomi Várszínház Tóth Máté Miklós a Nagyra Hivatott című ősbemutatója alapján készült, a 16. században csaknem római pápává lett esztergomi érsek Bakócz Tamás történetébe enged bepillantani. A film Bakócz Tamás esztergomi érsek élete mellett az 1513-as római pápa választást követő magyarországi politikai helyzetet is bemutatja.